Azaz! Bárkó! Még 2019 nyarán indította el a Senior Örömtáncot a Petőfi Sándor Művelődési Központ Antal Ildikó táncoktató irányításával. Az órák egyre népszerűbbek lettek Kiskörösön, és egyre többen csatlakoztak a csapathoz. 2020-ban már fellépésre is vállalkoztak a táncosok. A járvány azonban az örömtánc óráknak is véget vetett. A személyes találkozást felváltották az online órák, majd tavaly májustól újra tarthattak élő táncórákat, azonban még csak a szabadban, az Old Kár Múzeum előtti parkolóban. Azóta azonban visszatérhettek a művelődési központba. Nagyon szerettünk itt lenni. Egyébként a művelődési központban is, illetve ezen a helyszínen itt fönt az aulában, ez tökéletes, pont elférünk. Néha a lifttel kicsit meggyűlik a bajunk, belóg a táncterbe, össze is esküdtünk néha, hogy majd lebontjuk egyszer, na de ettől függetlenül nagyon-nagyon jó tér ez az emeleti aula rész, és hát ahogy ugye még finoman, szabadban blokktáncokat táncoltunk, most már újra visszatérhettünk a páros táncokhoz, a nagyon gazdag páros táncokhoz, körtáncokhoz, és ez óriási, és nagyon-nagyon jó, hogy a szünet után, illetve a szabadban történt táncolás után is nem morzsolódtak le a táncosok, hanem most is nagyon szép gazdag létszámmal vagyunk, és hiszem ezt, hogy ez még változik, még gyarapodunk. Most már ez a 20 fő körül vagyunk, és ugye a hétfő este is tartunk órákat, szintén ezen a helyszínen, este 6 órakor, és eleinte azért szerveződött a hétfő esti óra, hogy akik még dolgoznak, akár nyugdíj mellett is, vagy 50-60 év körüliek is, mert ők is nagyon nyitottak, érdeklődőek erre a mozgásformára, és nekik is legyen lehetőségük részt venni. És az a tapasztalat, hogy jelen vannak ők is, a célközönség úgymond, viszont az nagyon-nagyon aktívak, van egy jó kis 10-15 fős aktív mag, akik jelen vannak a hétfő esti órákon, és repetáznak a szerda délelőttén, és ez nagyon-nagyon jó, és tovább erősíti a közösséget, és valóban, tehát fénykorban volt, amikor 30-an is táncoltunk, és látom, hogy kezdünk fölkúszni arra a létszámra. Tehát én 20 körül vagyunk mindig ezeken az órákon. Csíta, kettő, fendel, jöjj, kifelé, össze, kifelé, dozagó, megkerülöm a páromat, társirány és előröm. A Senior Örömtánc egy közösségi mozgásforma speciális koreográfiákkal, ami kifejezetten az 50 pluszos korosztály sajátosságaira épül. Nem tartalmaz akrobatikus elemeket, hirtelen forgásokat. Az új tánclépések és a koreográfiák, az állandó partnercsere folyamatosan edzésben tartja az agyukat, s így nyújtanak védelmet a szellemi leépülés ellen. A blokktánc az tulajdonképpen sortánc, amikor soronként, oszloponként állunk föl. Az egy picit intenzívebb, olyan country zenére szoktunk country táncokat táncolni, illetve vannak a körtáncaink, különböző népek zenéjére, kólókat szoktunk körben táncolni. Természetesen ezek a táncok mind már strukturált táncok, tehát kifejezetten az idősödő korosztály számára kidolgozott lépésekből, lépésformációkból, kombinációkból áll, illetve vannak a páros táncok is nagyon gazdagok. Van, amikor ketten táncolnak párban, van, amikor két pár táncol együtt, ezt én Figaro felállásnak hívjuk. Square táncaink vannak, amikor akár 8-an is, 4 pár is együtt van. Thank you.
foglalkozáson mindenki a saját üteme szerint halad. Nincs teljesítménykényszer, csak sikerélmény. Az állandó tanulás javítja a térbeli orientációt, az egyensúlyérzéket, a koncentráció képességet, a rövid távú memóriát és az állóképességet. A zenére végzett közös mozgás fejleszti a társas kapcsolatokat. A foglalkozások zenei anyagát és a zenéhez tartozó koreográfiákat központilag készítik és juttatják el az ország minden pontján működő szenior örömtánc csoportokhoz, így Kiskörösre is. A Szenior Örömtánc Németországból indult mozgalom több mint 4 évtizeddel ezelőtt, és körülbelül olyan 6-8 évvel ezelőtt hozta be Csirma Szilvia, magyarországi referens Magyarországra, az Osztrák Szenior Örömtánc Szövetségen keresztül. És körülbelül 16-17-ben kezdte el az oktató képzését, hogy ne csak ő tudjon órákat tartani Budapesten, hanem az ország más területén is legyen erre lehetőség, és az Osztrák Szövetségtől kapjuk a koreográfiákat az alapképzésben, illetve utána is folyamatosan vannak a továbbképzések, ahol mindig újabb-újabb zenei anyaggal, táncos anyaggal, konkrét, határozott konkrét koreográfia leírásokkal és a hozzátartozó zenékkel jövünk onnan haza a továbbképzésekről. És a zenét is központilag kapjátok? Igen, van egy CD, azon kapjuk meg, ezek védett zenék, tehát úgy, hogy nekünk van rá jogunk használni. És tehát minden tánchoz, minden zené összekapcsolódik. Tehát egy bizonyos táncnak egy bizonyos zenei anyag kapcsolódik. Ez nem egy hagyományos táncóra. Nincs szükség előzetes tánctudásra, egyedül is lehet menni, és bármikor be lehet kapcsolódni, hiszen minden foglalkozáson új táncokat tanulnak. Egy-egy alkalommal akár 3-4 új tánccal is gazdagodhat a csapat repertoárja. Séta, és most kifelé egy-egy pedzel. Adag, dózadó, jobbra csúszok, száll irányba állunk meg. Ugyanaz a táncunk a nyitáskor és záráskor, ugyanazt szoktuk általában táncolni. Nyitó táncunk egy páros körtánc, a záró tánc pedig már egy körtánc. És általában az előző órák táncait, új táncát el szoktuk táncolni, még egyszer átismételjük, és utána jönnek újabb táncok, akár 3-3 is egy óra alkalmával, de ez mindig függ a létszámtól. Ugye például egy páros táncot, ha annyian vannak, vagy esetleg egy fő hiányzik, akkor én magam is beállok, és így megoldható, de amit korábban említettem, ha két pár áll össze egy Figaro fölállásban, ugye ha nem 4-jel osztható a létszám, akkor azt sajnos nem tudjuk, tehát mindig több-több tánccal kell készülni, tehát függ attól, hogy éppen milyen lelkilettel, hogy vannak jelen a táncosok, még ahhoz képest az óra alatt is változhat, meg szoktam is változtatni az óra anyagát, ha szükség van rá. A kiskörösi örömtáncosok hetente 2-szer, hétfőn este és szerdán délelőtt jönnek össze a művelődési központban. A hétfő 18 órás időpont azoknak van, akik még dolgoznak és csak a munka után érnek rá táncolni. Mindenkit szeretettel várnak, aki kedvet érez ahhoz, hogy mozogjon egy kicsit és lelkes kis közösség tagja legyen. Érdemes kipróbálni, hiszen a tánc olyan hormonok termelődését indítja el, amelyek javítják a hangulatot, oldják a félelem, a gátlás a magányérzését, valamint örömöt váltanak ki.